Ebben a leckében a logaritmus függvényt tartalmazó egyenletek megoldását tekintjük át. Ehhez érdemes felidézni a logaritmus azonosságokat. Ezek bármilyen alapú logaritmus esetén érvényesek. Az első szerint két szám szorzatának logaritmusa egyenlő a logaritmusok összegével. Ezzel az azonossággal lehet az összegeket összevonni. A második azonossággal a különbségeket lehet összevonni, hiszen a két szám logaritmusainak különbsége egyenlő a hányadosuk logaritmusával. A harmadik azonossággal pedig a kitevőket lehet lehozni szorzó tényezőnek, illetve a szorzó tényezőt lehet kitevővé tenni, igény szerint. Az első példában a logaritmus x-2 minus logaritmus x-1 egyenlő 2 egyenletet kell megoldani. Az lg jelölés a tízes alapú logaritmusra vonatkozik. Külön nem mondom ki, de mindenhol, ahol ez szerepel, tízes alapú logaritmusra gondolj. A logaritmus tartalmazó feladatok esetén a megoldást az értelmezési tartomány felírásával kell kezdeni. Mivel a logaritmus függvény csak pozitív számokra értelmezett, ezért a feladat megoldás végén le kell ellenőrizni, hogy a kapott eredmény beleesik-e az értelmezési tartományba. Vizsgáljuk meg mindkét logaritmust. Az első akkor értelmezett, ha x plusz 2 nagyobb, mint 0. Ebből azt kapjuk, hogy x nagyobb, mint mínusz 2 esetén értelmezett. A második logaritmus x mínusz 1 nagyobb, mint 0 esetén értelmezett, azaz x-nek nagyobbnak kell lennie, mint 1. A szigorúbb feltétel az, hogy x nagyobb, mint 1 akkor értelmezett mindkét logaritmus, ha ez teljesül, tehát ez lesz az értelmezési tartomány. Miután ismerjük az értelmezési tartományt, rendezhetjük és megoldhatjuk az egyenletet. A logaritmus azonosságokat kell használni. Két logaritmus különbsége helyett írhatunk egy logaritmust, amiben a két argumentum hányadosa szerepel. Tehát, Logaritmus x plusz 2 per x-1 írható a logaritmus x plusz 2 minus logaritmus x-1 helyett. Az egyenlet azt mondja, hogy valaminek a logaritmusa egyenlő 2-vel. Mit is jelentett a logaritmus? Mivel tízes alapú a logaritmus, ezért azt mondja meg a logaritmus, hogy az x plusz 2 per x-1 a 10 hanyadik hatványának felel meg tehát a 10 második hatványa lesz a logaritmuson belül szereplő szám. Ez százat jelent, ezt az egyenletet már könnyen rendezhetjük. Szorozzunk át x 1 jel Rögtön el is végezhetjük a műveleteket x plusz 2 egyenlő 100x 100 100 Rendezzük az egyenletet 102 egyenlő 99x-szel. Azaz x egyenlő 102 per 99-cel, vagy egyszerűsítve 34-33-dal. Ez nagyobb, mint 1, tehát értelmezett mindkét logaritmus, az eredmény benne van az értelmezési tartományban. A második példában a kettőször logaritmus x-3- logaritmus 3x-13 egyenlő logaritmus 2 egyenletet kell megoldani. A megoldás menete az előzőhöz hasonlít. Mindenféleképpen az értelmezési tartományjal kell kezdeni. A logaritmuson belül csak pozitív szám állhat. A jobb oldalon a logaritmus kettőnél ez teljesül, a másik két logaritmust kell ellenőrizni. Az elsőnél x-3 nagyobb, mint nulla kell. Ez azt jelenti, hogy x-nek 3-nál nagyobbnak kell lennie. A második logaritmusnál 3x-13 kell, hogy nullánál nagyobb legyen, azaz x nagyobb, mint mínusz 13 harmad. A szigorúbb feltétel az, hogy x nagyobb, mint 13 harmad. Ha ez teljesül, akkor mindkét feltétel teljesül. Erre kell majd figyelni. Oldjuk meg az egyenletet, és a végén leellenőrizzük, hogy értelmezettek-e a megoldások. Mivel a jobb oldalon is egy logaritmus áll, ezért a bal oldalon is egy darab logaritmust szeretnénk. Össze kell vonni a két tagot. Ehhez az azonosságokat lehet használni. A kettes szorzó bonyolítja a megoldást, először azt el kell tüntetni. Van egy azonosság, aminek a segítségével a kettes szorzót az x-3 kitevőjébe vihetjük. Tehát a kettes szorzót bevisszük az x-3 kitevőjébe, és utána alkalmazzuk a logaritmusok különbségére érvényes azonosságot. Így lesz a logaritmus x-3 a négyzeten per 3x-13. Ez egyenlő a logaritmus 2-vel. Mivel mindkét oldalt logaritmus van, ezért elég a logaritmuson belülálló kifejezéseket vizsgálni. x-3 a négyzeten per 3x-13 egyenlő kettővel. Ez egy másodfokú egyenletre vezet. Szorozzunk át 3x-13-mal. x-3 a négyzeten egyenlő kettőször 3x-13-mal. Végezzük el a műveleteket. x négyzet mínusz 6x plusz 9 egyenlő 6x-26-tal. Rendezzünk nullára. Az x négyzet marad a bal oldalon, a 6x-ből még 6x-et kivonunk, így lesz 12x, a 9-hez pedig 26-ot adunk, így lesz 35. A másodfokú egyenletet meg lehet oldani például a megoldó képlettel. A két megoldás az 5 és a 7. Mindkettő nagyobb, mint 13 harmad, ezért mindkét megoldás értelmezett is összegezve a lecke tanulságát. Azt tudom neked mondani, hogy a logaritmus azonosságokat ismerni kell, jusson eszedbe, hogy velük dolgozz. Szintén tudni kell a logaritmus definícióját, amit az elemi algebra fejezetben már átvettünk. Ezek alapján el lehet jutni egy algebrai egyenletig, de ne felejtsd el, hogy az értelmezési tartomány alapján mindig ellenőrizd a megoldásodat. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem.